Hadd üdvözöljek ismerőst és kevésbé ismerőst vagy ismeretlen. Nem könnyű hasznosan gondolkodni erről a témáról, amely amiatt is adott, hogy nagy az életkor különbség a jelenlevők között. Jó magam, mint az egyik legöregebb, aztán szinte gyereklány hölgyek, úgyhogy megpróbálom a lehetetlen. Mielőtt elkezdeném, van egy protokolláris kötelezettségem. A teremben ül az egyetlen élő magyar olajos akadémikus, és üdvözölni szeretném. Jóska, állj föl, légy szíves. Ez kötelességem, mert büszkék vagyunk rá. Egyébként nagyon jó focista volt annak idején. A szokásos kötelező szöveg, emögé csak azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy a tőzsdével bármi bajom, dolgom lesz. A cégünk kanadai, Vancouverben van, bejegyezve a torontói tőzsdén regisztrált. A működésünk helye és központja Európa, a központi irodánk Dublinban van, Budapest az operációs központ, Észak-Ausztráliában, Northern Territory és Dél-Afrikában van kutatási területünk. A múltkori előadásomat ezzel a képpel fejeztem be. Most ezzel kezdem, nem lesz tesztírás, csak oda szeretnék fókuszálni, hogy talán most így fél évvel vagy egy évvel ezelőtt volt az előadás. Optimistább voltam, mint most, de ne kezdjük pessimizmussal a szövegünket. Mert hogy optimizmusra ok van, a teremben ülők ezt a képet látták már, talán annyi különbség van, hogy a nyíl az még meredekebb. Ez azt jelenti, hogy ha figyeljük a... Baj lesz a mutatóval. Ha figyeljük a tendenciát, a képen becslési adatok, különböző szervezetek és társaságok becslési adatait láthatjuk, és amikor Pápai doktor elvégezte az egyetemet, akkor itt voltunk, ugyancsak kérdéses volt az, hogy nyugdíjba tudunk-e menni, még mielőtt elfogy a olaj és a gáz. Aztán kiderült, hogy nem nagyon fogy el, sőt, ma már azt mondhatjuk, hogy gázból 200 éves a jelenlegi fogyasztás és növekmény figyelembe vételével 200 éves készlet bizonyított. Ide kívánkozik az a elcsépelt mondás, hogy de a kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő. Én merem remélni, hogy a gázt se fogjuk kiaknázni teljesen, mert valami a jelenlegiből egy korszerűbbe kell menni, talán fúziós energiatermelés is lesz, és a zöldek is, adja Isten, hogy lábra álljanak, megerősödjenek. Ha már a zöldekről van szó, megkérdezhetni bárki, hogy Európa közepén ez az adott térség, ez vajon minek köszönheti azt, hogy egyáltalán szénhidrogénről Magyarországgal kapcsolatban beszélhetünk.
számos olyan élményem volt, hogy amikor kiderült, hogy magyar, akkor miközöd neked az olajiparhoz, ott nincs semmi, hát nincs tenger, az olajhoz meg tenger kell. Nem feltétlenül, de a Pannon tenger adva volt, úgyhogy a Kárpát-medence ebből a szempontból kiemelkedő helyzetben van. De ez a kormányzati programból lopott kép, és a mai napra vonatkozik, a régiónk a legproduktívabb zónák egyike. Most akkor legyünk optimisták visszafelé, és talán feltételezhetjük, hogy 10 millió évvel ezelőtt sem volt nagy különbség. Akkor ráadásul itt egy tenger volt. A készletek Európában is adva vannak, de a világszeme az Egyesült Államokon van. Ott az elmúlt időszakban egy úgynevezett gázforradalom jött létre. Amikor azt mondom, hogy az elmúlt években, akkor nem kell nagyon visszamenni, másfél-két évről van szó, ami azt jelenti, hogy az elmúlt két évben az utca emberének a gázszámlája egy ötödére csökkent. Tehát 12, vigyáznom kell, mert vannak itt gáztudósok, akik a számokat köpik, de ha két évvel ezelőtt 12 dollár per gigazsúl volt az ár, akkor most 2. Bocsánat, megazsúl. Úgyhogy sokan nem értik, hogy mi is ez. Van egy nagyon furcsa dolog emögött, hogy dübörög a gáztermelés az Egyesült Államokban, de ilyenkor a médián szereplésre vágyók, azok fölélednek, úgyhogy pillanatilag nagyon nagy harc folyik a gázipar és a környezetvédők között. Egy kicsit rosszá ízzel mentem haza arról az előadásról, amit Aszódi doktor tartott. Aszódi. Mert azt mondta, hogy az Egyesült Államokban a gázforradalom tönkreteszi a nukleáris ipart. Kedvem lett volna szót kérni, de nem tettem. A gázforradalom legjobban a gázipart teszi tönkre, azon túl, hogy a szénbányászatnak is annyi. Ennek az oka a úgynevezett gas-to-gas competition, tehát ott a gáz a gázzal versenyez, és így eszement módon lemennek az árak Európában. Ilyen nincs, ugyanaz a Brüsszel ezt megkísérelte már többször, de véleményem szerint figyelve az amerikai történéseket rövid időn belül nem várható a forradalom. Nem szeretnék részletekbe menni, ez a hosszú távú gázszállítási szerződések miatt adott. És ilyenkor nem kell az orosz medvére gondolni, a Gazpromra, hosszú távú szerződést kötnek a norvégok és algériak, és így tovább. De van gáz, hogy aztán mi lesz vele, majd kiderül. A mi optimizmusunk töretlen. A gázforradalom egy nagyon furcsa helyzetet generált. Ez a nyíl azt mutatja, hogy a mexikói öbölből, a vége kicsit rossz helyen van, Houston térségéből már elindultak a cseppfolyós gázszállító hajók Európába. Tehát amíg a gázfogyasztók központja Európa, de eddig az Egyesült Államok importált vagy cső, vagy tengeri úton, újabban exportőr, ami kihatással lesz biztos az európai, de akár a távol-keleti gáz világra. Nem hiszem, hogy olyan forradalom belátható időn belül bekövetkezik, mint ami.
az Egyesült Államokban. Ezt minden egyes alkalommal leszoktam vetíteni, csak felvillantva azt, hogy a szénhidrogén keletkezését köszönheti a felhőknek, szélnek, tengereknek, mert a szerves anyag, amely útjába kerül előbb-utóbb tengerbe, majd föld alá jut, és a hőmérséklet, nyomás és a kőzet tulajdonságok katalizáló hatására szénhidrogén keletkezik. Kész, vége ennek a diának, csak ugye azt szeretném mondani, hogy megújuló a szénhidrogén, mert folyamatosan megújul. A baj az, hogy a fogyasztás üteme sokkal gyorsabb annál, mint ahogy keletkezik, olyan 400-szor a jelenlegi adatok alapján. Most amiről én beszélek, ez a makói gáz, hogy lánykori nevén becézzem, ez annyiban különbözik a konzervatív értelmezésű földgáztól, hogy az anyagkőzetből kell kitermelni, míg a hagyományos kitermelés, csapdázódás, nagyobb koncentrációban való előfordulás hasznosítása. Most egy picit talán a kutatás részleteibe mennék. A felszínről van olyan eljárás, amely lehetővé teszi a föld alatti formációk leképezését, ez pedig szeizmikus mérés, hullámkeltés és a visszaverődésből lehet leképezni a föld alatti formációt, azonban, hogy abban található, az csak a mélyfúrás során derül ki. A zöldekkel gondjaink vannak, mert kétségkívül lábnyomunk van. Ezek a lábnyomok nem nagyon különböznek a közönséges mezőgazdasági gépek lábnyomaitól. Ezt azzal illusztrálnám, hogy amikor perpatvarba keveredtünk egy ménes gazdával, hogy meg fognak vadulni a lovai, kértem, hogy csináljunk egy próbát, vállalom a felelősséget, oda mentünk egy vibrátorral a karámhoz, és elkezdtünk vibrálni, és a lovak érdeklődésre jöttek oda, és nagyon élvezték, hogy rezeg a lábuk. Őz is volt a közelben. Tehát békességben lehet a természettel élni. Ez a végeredménye ennek a bizonyos szeizmikus munkának, és ez teszi lehetővé, hogy ha a rétegtartalom a várakozásnak megfelelő, akkor termelést kíséreljünk meg. A Hód 1-es jelű kút 1972-ben mélyült, volt szerencsénk Pápolyi Jóskával közünk hozzá, mert az intézetünk tervezte. Annak idején a talpmélysége 5840 méter, de most a legmélyebb kút az a Makó 7-es, 6085 méteres. Hát kihívások voltak, és lesznek is, úgyhogy kell optimizmus ehhez a munkához. Ez az országos mérségrekorder, egy nagy fúróberendezés, ebben a kategóriában nagyjából egyformák a fúróberendezések, azonban oda, bátor voltam odaírni, hogy európai és világrekord. Az európai és világrekord az úgy jön össze, hogy a talphőmérséklet 263 fok, és a talpnyomás 1250. A kútfelnyomás 863 bar. Én ezt köröztettem, hogy kapjak információt arra nézve, hogy valóban rekordere. A MOL ügyvezetője egy nagyon értékes tanulmánnyal
ajándékozott meg, és 501 néhány bár volt a MOL és jogelődje történelmében a legnagyobb nyomás. A baj az, hogy ez csak nyomás, hozamra is szükség volna. Itt a munkapad, a fúróberendezés munkapadja látható, semmi trükkös dolog nincs. A fúróberendezés körül azonban van egy-két érdekes dolog, nevezetesen az, hogy nagyon helyesen a környezetvédelmi előírások zéró kibocsátást engedélyeznek, ami azt jelenti, hogy szigorú anyagmérleg elszámolással tartozunk a felszínen, tehát ami bekerül az udvarba, bármi is legyen, vegyi anyag, fűrészpor, akármi, azt mind bizonylatolva kell nyilvántartani, és az anyagmérleg hatóság által ellenőrzött. Aztán van ilyen, hogy motorok hangszigetelése, emissziómérés, aztán a nyomás ellen a kitörésgátló rendszer, de maga a felszín is nagyon érzékeny. Állandó monitoring, amely kiterjed a különböző paraméterekre. A fő probléma az Egyesült Államokban a zöldek és a márga vagy palagázosok között az, hogy a trükk a dologban egy úgynevezett rétegrepesztés. Nem barlang képzés, azt hiszem a múltkor levetítettem azt a kútfejet, ahol egy nukleáris robbantás volt, nem üregeket kell képezni, a mikrorepedésekkel lehetővé tenni a gáz tömegáramlását a kút felé. Erről többet nem beszélnék, mert pápai doktor biztos zavarba hozna. Az új eleme a technológiának az, hogy vízszintesen megyünk a rétegbe, és a repesztés így nyitja meg a gáz számára az áramlás útját. Ebből nagyon sok perpatvar van, mert a víz réteget féltik a felszíni, föld alatti, geotermális, minden vizet félteni kell. Mi azért vagyunk, hogy féltsük, csak hát minden határon túl ez nem mehet. Az ábrának csak annyi a jelentősége, hogy a természet elválasztja a gáz vagy olajszaturált kőzetet a védendő víztől saját maga, és hogyha műszaki baleset vagy bármilyen okból valóban érintkezés lesz a két közeg között, akkor meg kell azonosítani kell a tettest. Lásd, vörösiszap. A bányászatban úgy van, hogy a felelős műszaki vezető ilyen esetben azonnal előzetes letartóztatás sorsára jut. De ez így van több mint 100 év óta, és nincs is rosszul. Egy másik trükk az, hogy nem csak a felszíni lábnyom érdekes, kritikus, hanem a megnyitás hatékonysága, ami bánya és környezetvédelmi hatóságok által jóváhagyott terveinkben ilyen rendszerű kutak szerepelnek, tehát egy felszíni alapról több kút mélyül le. Ma már az Egyesült Államokban 20 akárhány kút is lemélyül, sőt, még el is lehet ágazni, a magyar neve az gyökérfúrás. Talán furcsa, amikor látjuk, hogy ilyen vastag cső a munkapadi képről lehetett látni, akkor az hogy tekeredik el, ha a karcsúságot figyelembe veszük, akkor kiderül, hogy semmi gond az irányított ferdességgel, amelyhez megvannak az eszközeink.
Ez talán világrekord kurt, itt mértük és mérjük, sőt, te meg is tiszteltél bennünket azzal, hogy vizitáltad ezt a kutat, lehetőséget adunk bárkinek, hogy megnézze természetesen előzetes bejelentkezés után. Itt van ismétlem, nem csak a nyomás, hanem a nyomás és hőmérséklet együttese. Ez nagyon egyszerűen úgy mutatható be, hogy olyan mélységi hőmérő, amely 400 Celsius fokig van, olcsó, hozzáférhető. Olyan nyomásmérő, amely 1100 bar nyomásig mér, van, a kettő együtt nincs. Úgyhogy a rekordot mi nem is tudtuk megmérni, hanem interpolálva van mérés alapján, tehát megmértük 6000 méterig, tönkrement a műszer, de a memóriájából ki lehetett venni az adatokat. 20-25 évvel ezelőtt, amikor kockázatról beszéltünk, akkor mindig valami baleset műszaki perpatvarra gondoltunk. Itt például egy feltételezett gáz tartálykocsi robbanás hatása van számítógépes szimulálással rekonstruálva, és aztán a hőhatás pontosan meghatározható. Miért is beszélek erről? Azzal szeretném meghökkenteni a hallgatóságot, hogy ma már kockázatelemzés, tehát kvantitatív, nem kvalitatív, kvantitatív kockázatelemzés tárgya a finanszírozás. Tehát, hogy a bankok milyen kockázatot vállalnak azzal, hogy történetesen szénhidrogén kutatást finanszíroznak. Pillanatnyilag, néhány hónap óta, mondjuk nyár óta egyre több cikket lehet olvasni arról, hogy az Egyesült Államokból vonják ki a bankok a pénzüket. Nem tudják elviselni a kockázatot. Tehát nagyon súlyos finanszírozási problémák mutatkoznak. Ugye adva van egyszer a gázár, az utcemberének jó, a kutatónak nem, és másfelől pedig a bankok kockázata. Azért drága, mert mint ahogy a biztosítók, a bankok is egymást biztosítják, konzorciumot alkotnak, és aztán kifizethetetlenné válik a dolog. Maga ez a bizonyos kőzetrepesztés az egy eszköz parkkal valósul meg, szivattyúk nagy nyomású, 1000 vagy még annál is nagyobb nyomású szivattyúk dolgoznak. Ez egy makói ábra, itt 20 000 hidraulikus lóerő teljesítmény gyűlt össze erre a kútra. Aztán egyéb érdekességek vannak, hogy ma már felcsivéljük az úgynevezett termelőcsövet dobra, és például itt van két 6000 méter kapacitású felcsivélhető dob, meg egyéb érdekességek. De ez mi? 1957 óta a rétegrepesztés Magyarországon bevezetett technológia. Nem olyan nagyon különbözik az 57-es, ezek KRAZ egységek a mostani Petersbilt vagy akármilyen kacifántos nagy tárbírású cuccoktól. De az eljárás az ugyanaz. Azért időzöm a múltnál, mert Magyarországon a környezetvédelem olyan egy év óta ébredt föl. Elnézést kérek, én magamat zöldnek tartom, tehát hogyha most megkérdezném, hogy hány zöld szimpatizás van, feltételezem, hogy majdnem mindenki zöld szimpatizás, tehát én nem a zöldek ellen beszélek, csak
Csak azért hadd említsem meg, hogy egy nagyon fiatal, méregzöld hivatalnok meglepődik, amikor azt hallja, hogy hát ez már 50, hát mi azt olvastuk az interneten, hogy ez egy új technológia, az alkalmazásában új technológia, kétségkívül. Aztán hát tavaly ilyenkor volt egy olyan eset Veszben, hogy egy társaság rétegrepesztést hajtott végre, és peche volt, mert az Egyesült Királyság földrengés monitoring központja az nagyon közel volt, és tetten érték, hogy földrengést generált. 2,7-es földrengés, azonnal leállították a műveletet, de a hatóság, a bányahatóság vizsgálatot rendelt el, megadták a vizsgálat idejét, 30 nap, 60 nap, és a végén újraindították. Hogyha egyszer mikrorepedéseket kell létrehozni lent, x méter mélyen, akkor nyilvánvalóan a mikrorepedéseknek akusztikus nyoma is lesz. Ugye ezelőtt 10 perccel mondtam, hogy felszínen szintén rezgéskertéssel azonosítjuk a felszínről a mélységet. Ugyanígy itt is megvan ez. Most, hogy a társaságunk és általában magyar gondosság hogy mutatható be, ez az eszköz arra való, hogy folyamatosan lehessen követni a repesztés szeizmikus hatását. Mint ahogy nem most, 2006, akkor még senki nem volt elfoglalva azzal, hogy ez a művelet rezgéskeltő, már akkor mértük művelet közben, és hát azt találtuk, hogy egy nap, amíg lecseng a rezgéskertés hatását. Nyilvánvalóan Makó térségében, ahol pont semmi érzékeny objektum nincs, más a helyzet, mint amikor egy kórház mellett városban kellene repeszteni. Hát természetesen senki nem ad engedélyt ilyesmire. Aztán vannak, akik átesnek, nem is tudom befejezni ezt a mondatot, nem jó. Két évvel ezelőtt lehetett találkozni egy Oscar-díjra jelölt filmmel. A film azt egy történetbe foglalta, hogy New York, Pennsylvania térségében valaki észrevette, hogy a csap meggyújtható, a konyhai mosogató csap meggyújtható, azonnal hát vizsgálatok kezdődtek. Most tudni kell azt, hogy New York állam közvilágítása 1836-tól ebből a márga vagy palagázból valósult meg, addig, amíg a villamos energiatermelés át nem vette a szerepét, és attól kezdve elfelejtették ezt a gáztároló réteget. Érdekes módon az Egyesült Államokban a villamos energia teljesen kiszorította a gáz, még a világításból is, Európában nem, mert jeles német találmányok mindig valami lendületet adtak a gázvilágításnak, különleges harisnyával, és így tovább. Na most az, aki együtt él a szakmával, az tudja, hogy Magyarországon a környezetvédelmi törvény külön foglalkozik azzal, hogy bizonyos gázkoncentráció esetén a víztermelőkutak, tehát szó nincs ott gázmezőről, vagy bármilyen olajipari objektumról, a víztermelőkutak gázt adnak. Ez nem az a gáz. A mi gázunk, ha szabad így mondani, kerogéngáz, ez pedig népiesen a lidérc.
De minthogy számos víztorony robbanás volt, ezért előírják a végrehajtási rendeletek, hogy hogy kell eljárni ilyen esetben. Tehát Magyarországon is van gázos. Na most nagyon egyszerű erre azt mondani, hogy tessék, ezek a palagázosok tönkretették a környezetünket olyannyira, hogy már a csap is életveszélyes. De ha 100 évvel ezelőtt is az volt, akkor külön választható. Vannak olyan esetek, amikor nagyon régi korodát olaj vagy gázkutaknál átfejtődés történik. Ez azonban mindig tetten érhető, és számokban úgy becsülhető, hogy az Egyesült Államokban évente 20 ezer kutat mélyítenek. Évente rétegrepesztés lehet nyilvántartva 850 ezer. Na most ebből a nagy számból adminisztratíve tetten érhető néhány tucat eset, és mindig meghatározható az oka és a felelősségre vonás is. Hát nem tudunk mit kezdeni olyan nagyvonalú kritikákkal, mint például ez a fotó, amelyik bejárta a világot, hogy ez a bizonyos Susan Wallace Bob úgy tudja csak a kutyáját sétáltatni, ha ő maga gázárarcot vesz. Cinikus volna, ha fölvetném, hogy és a kutyára miért nem tesz gázárarcot. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy minek a következtében. De kész, egy ilyen fotó tönkreteszi sokak tevékenységét. Aztán van egy másik pikáns dolog, hogy másfél évvel ezelőtt Franciaországban betiltották a rétegrepesztést. A képlet azt hiszem nem olyan nagyon bonyolult. Egy olyan országban, ahol valaki segítsen, 71%-ban részesedik a villamosenergia termelésben, a nukleáris mix, ott egy elnökválasztás előtt lehet perpatvart csinálni. Be is tiltották a márgagázhoz szükséges rétegrepesztést. Na most akkor én meg miért orosz feliratot mutatok? Azért, mert kapásból Bulgáriában is betiltották, aztán Romániában, és nem akarom sorolni, mindegyiknek más az oka. A Bulgáriának van egy gyanúm, de ez csak sejtés, hogy összefügg a folyamatban levő nukleáris erőmű építésével, ami hát semmi gond nincs, hát ugye aszódit hivatkoztam. Az lenne az üzenetem, hogy próbáljunk megélni békességben egymás mellett, elférünk gázosok, nukleáris, és így tovább. Na de hát ezek az emberek Szófiában meg Várnában föl voltak cukkolva, és azt se tudják, hogy mi az, hogy sérgáz, de azért józajos tüntetést csináltak. Volt olyan, nem tudom, hogy önnel fordult elő, hogy egy varsói konferencián berohant 51 lány ember, oda láncolta magát a pulpitushoz, mondva, hogy ezek a gáz, ez a márga palagázosok, ezek tönkreteszik nemzetünket. Nagyon színes világ ez. A vízszennyezésre van egy automatikus monitoring rendszer, csak meg kell számolni, hogy hány vízkút van az adott helyen, már lefúrva és termelő, és azok a legjobb monitoring eszközeink. De a fő probléma az, hogy a hatóságok szerint már a talajvizet is elszennyezzük. A ábra illusztrálja, hogy készül egy fúróberendezés alap, és nagyon gondos szigetelés
Most már valószínűleg hozzászoktak Pikirt gondolataimhoz, de hadd mondjak erre egy esetet, hogy zöldek legyünk, beültettük a környéket, a fúróberendezés környékét bizonyos maragdfával, és elkezdtük öntözni. És kipusztult mind, laboratóriumi analízis, hát kiderül, hogy a víz, még mi ott se voltunk, de már a víz annyira szennyezett, hogy a környékünkön 201-nehány kutat nézettünk meg, és egyiknek sem érte el a vízminősége az ivóvíz. Az ivóvízre nagyon kell vigyázni, csak nem biztos, hogy ez a fő ellensége. Aztán a másik, hogy a nyavajának kell ezzel a gázzal nektek foglalkozni, miért nem inkább zöldet csináltok? Könyörgöm, a tőzsdei szabályok alapján mi csak azzal foglalkozhatunk, amire engedélyünk van, és ez pedig az olaj- és gázkutatás termelés. De igyekszünk, és ezért mihelyt lehet, átadjuk a területet. Egy másik amerikai vélelem, hogy Európában soha nem lesz márgagáz termelés, mert hogy a népesség olyan sűrű, hogy nem képzelhető el. Hát szerintünk elképzelhető. Azután van egy olyan spekuláció, hogyha a területet, tehát egy fúróberendezés felszínét napkollektorral látnánk el, akkor hosszú távon több energiát termelnének a napkollektorok, mint amit a gázból ki lehet csikarni. Ez egy úgynevezett többállású multiped, ahol 5 kút van elhelyezve ezen a területen. Most a lábnyom csökkentése okán mondom ezt. Ez nem Amerikában van, hanem Szegeden. Hát persze a szén-dioxidra is vigyázni kell, és a zajra is. Aranyos történet. Itt tároljuk a humuszt, az nagyon szigorúan szabályozott, értékes anyag, és persze a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a mennyiségét. Jó pár ismeretlen tettes elleni feljelentésünk van, mert éjszaka fogy a humusz, mert értékes anyag. De a baj abból adódott, hogy már a fúróberendezés dolgozott, amikor a magas Tisza állása miatt parti fecskék beköltöztek ebbe a általunk deponált humusz dombocskába, és a környezetvédelem nagyon helyesen közölte, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy függesszük fel a műveletet a költés idejéig. Ez, úgy emlékszem, augusztus 15-e lett volna mondjuk július elején. Hát elkezdtünk megoldás irányába menni, és kitaláltuk, hogy az autópályák melletti hangszigetelő fal mintájára pontosan ugyanazt ide kiépítjük. Kiépítették, a fecskék csodálatosan élvezték a környéket. Megjegyzem, a tihanyi kompon is lehet látni, hogy megy a komp, utaznak és a fecskék fészkelnek. Most a baj abból adódott, amikor elköltözött a fúróberendezés, mindent ott hagytunk, hogy a fecskék valószínűleg rókák meg menyétek teljesen tönkretették a fecske fészkelést. Nehéz a természet ellen és vagy pró tenni valamit. Témát változtattam, mert közben figyelem az órát, és ez a földhő volna. Van olyan kutunk, amely a tudomány jelen állása szerint nem hasznosítható szénhidrogén termelésre, azt átkonvertáljuk
földhő, geotermális hasznosításra. Itt van egy furcsaság ezen az ábrán, hogy ez az út jobb oldala, Natura 2000, szigorúan védett terület, de a szeizmikus mérések eredményeként a kérdéses földtani szerkezet az beesett volna a Naturába, ezért ide telepítettük, és ferde irányított fúrással. Most ebből a kútból csinálunk geotermális kutat. A Kárpát-medence nem csak szénhidrogén, hanem a földhőhasznosítás szempontjából is nagyon ígéretes, de ahogy a márgagáz, palagáz kitermelése nagyon nehéz dolog, ugyanúgy a földhőé is, de hát erről pápai akadémikus többet tudna mondani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha tudok, kérdéseik elé állok bizakodással.